Szép napot mindenkinek. Folytassunk mi vadászatot. Hát, találtam egy ötös ludat, rosszul meglővettem. Meg kéne keresnem, de nem biztos, hogy lesz hozzá elég energiám, úgyhogy lesz, ami lesz. És úgy meg is nézzük, hány óra van. Itt fönn kéne lennie valahol. Nem tudom mi. Két út közül valamelyik. Megnézzük a gyöngytyúkokat egyáltalán, mikor esznek, mikor isznak, mert ott is láttam egy négyest. Hat, hét, nyolckor esznek. Tízkor pihennek. 12, 13, 14 esznek. Elég sűrűn ott vannak. Most hány óra van? 14 óra éppen elmúlt. Fölugrok. Csinálok egy reggel 7 órát, azt meglátjuk. 6 órakor még sötét van, az a baj. Nálam van a 300-as, meg nálam van a 22-es. És gyerekek, van egy jó ír, és ezt most fedeztem fel. Mert a 24.2-es frissítésben ki lehet kapcsolni úgy a Hunter Sense-ét, hogy nem sötétít el. És úgy lehet bekapcsolni, nem sötétítél a képernyő. Tehát van az alaphelyzet, ami volt, le lehet felezni ezt az árnyékozást, mert ki is lehet kapcsolni. És akkor csak az a szem jelzi ott jobb felső sarokba, hogy működik vagy nem működik, és tök jó, így lehet élvezni a grafikát teljes pompájába. Én kikapcsoltam. De ha valakinek van rá igénye, és a felező felezőt kapcsolja be, az is jól jár, mert ott tényleg alig észrevehető az a sötétedés. Látogatjuk a gyöngytyúkokat először. Hat húsz legyen. És ide kéne jönni. Olyan átmegyek. Át. Arra még nem mordelt meg.
kis kudukáim. Ó, de nézd, megnézzük a nílusi rudakat. Hát, ha szerencsém van. Itt vannak a gyöngytyúkok is. Az a bajom, hogy az a bajom. Közel kell menni hozzájuk. Itt vannak fönn a dombtetőn, és pont nem látom. Aj, hogy én mekkora mázista vagyok. Hát ez de jó. Így pont gyakorlatilag nem látok egyiket se. Hát gyöngytyúkokból van. Őket látom. Érett kettes. Két érett kettes. Nagyon... Óha... Benn vannak a domba. Előcsillagos nem látok köztük. El is repül. Érett kettesek voltak, felnőtt egyes. Hát ebben nem volt ötös, az biztos. Kisraposok között se lesz akkor. Előbb láttam 3-4-et is. Menjünk át. Menjünk át ide. Azt jelöltem be pedig. Hát lehet, hogy azok messzebb vannak. Van két élet, kettes köztük, vagy egy. Ah, ez az a banda. Egyel odébb megyünk. Felnőtt egyes nem lövünk ki. Hm.
És összekeveredik a két banda, az a bajom. Előtt egyes. Élet hármas. Élet hármas. Élet négyes. Akkor még várunk. Jó van bejelölve. Élet nőstény. Oké, akkor a gyöngytyúkok megvannak. Hol láttam én azt a hólulat? Megpróbálok oda elmenni, visszugrok a házhoz, kocsival, főcsapatok. Érdekes, ez az az egyetlen pálya, ahol madarakat szanálok. Sörétesem is nagyon használtam itt. Hát ugye, vagy az egyik, vagy a másik. Na. Itt nincsenek ludak. Az biztos. Ott lenne a háznál, megint nem voltak ludak. Ide kéne, hogy ide kéne eljönni. De a háznál úgyse lesznek, ide kéne eljönni. Jó, a hullalokat nem néztem meg végül is. Megnézzük. Nem is holudak, mi a nílusi udak, miről beszélne. De ugyanaz az étkezésük, ugyanaz, tehát elméletek, mert itt vannak, itt kéne lenniük. Most a kudukat előre hagyjuk. Viszont ha itt lennének a kacsák, már nyávognának. Csak 7 óra. 8-ig esznek. Azok a gyöngytyúkok, de azok nem túl jók. Ez a gazd engem, hogy az ötös ludam pár volt mellé lőnöm tegnap előtt. Azóta nem találom a csapatot.
Továbbra is nyílusi út. Egyébként nem hó, de mindegy. A ferok itt vannak valahol. Fölmegyünk a lesre. Nézzük. Tényleg kíváncsi leszek, berakják ezeket a tripodokat, hogy most ez gyakorlatilag, ha nem súlyra megy, akkor simán el tudok rakni egyet, és azt folyamatosan hordhatom magamnak. Érdekes lesz ennek a grafikai megjelenítése majd, azért kíváncsi vagyok. De tudtam, hogy éppen ne tudjam kiszpotolni se őket. Jók ezek a lesek. Még egy játékban se találtam olyan helyen gyári lest, aminek értelme lett volna. Érett kettes. Ott az érett négyesem is. Oké, okay, ő kell. Ő rá, megvárjuk. Érett hármast is megvárjuk. És más nincs is itt. Még ezt a ludat kéne megnéznem. Azok meg itt tesznek, meg ott tesznek a háznál. Még az odaugrok, azt megnézzük. De csak a háznál. Gyerekek, oda nézzetek, na idáig le kéne kocsiznom. Így már mindent értek. Itt ciklátok körül voltam, hogy elnézem. Mert ilyen vándorizék, meg több, négy, hát ha négy etett evőhelyük van, meg négy, akkor négy pihenőhelyük van minden egyes csapatnak.
És ott vannak a ludak. Már csak attól félek, hogy most repülnek majd föl, mire pecélzom valamelyiket is, hogyha. Hát kafferunk az van. Hát egy érett egyes van köztük. Azt mindenképp ki kéne lőnöm, de... De meg van jelölve. Kéne magasabb kondíciójának is lenni. Hármas érett. Érett kettes. Ez egy nagyon furcsa dolog most így. Még az is kell, gyerekek, hogy úgy jártam, hogy tegnap még élt, ma meg már nem. Mindegy, az élet egyest akkor is ki kéne lőni. Tudnám, melyik az. Van egy fiatal egyes ott. Fiatal nőstől. Élet hármas. Meglátjuk. Lehet, hogy elvitte ez is a lőszert. Élet háros a legnagyobb bennük. De megdöglött az életet is. De az akkor nem csaporodik tovább az érett egyes.
Én nem nagyon látom értem, hogy tovább kutassam. Majdnem 70%-os érett egyes gyerekek. Én ezt nem is értem. Na mindegy. Még oda elmehetünk megnézni. Ebben is van érett egyes. Az érett egyes hátula. Hogy kikaptam, láttátok ezt? Azt a mindenit. Túltárgyaltuk az érett egyest. Jó lenne tudni, hova esett le, valahova ide. Vagyunk a dombra körül, ott van. Ennek a kondíciójára is kíváncsi vagyok érett egyesként. Azt lőttem ki egyáltalán. 82 méterről lőttem ki. Érett egyes. Jó. Ja, kocsi, 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 autó. Aztán minden, de szép lövés volt. Tegnap előtt is csináltam ilyet.
Sikerült egy-egyes ugyanígy különöm. Jó, a fiatal nem érdekel. A ludak nincsenek itt, ott viszont elmegyünk, megnézzük azokat a bivajokat. Nagyon sok a barna. A barnák mind fiatalok, az biztos. Miért most, hogy miért közelebb megyünk? Az a helyzet, hogy minden fiatal, és csak érettet nőstényt látok csak. Na, egy háros érett van. Hát a domb miatt takarásban a csomó. Érett 2-es, érett 3-as, érett nőstény, fiatal 1-es. Úgy látom, ebben 3-as a legnagyobb. De fiatallal, úgyhogy őket békén hagyjuk. Hopp, ott van a gyöngytyúkok. Érett 2-es, fiatal, felnőtt. Nem bántjuk, csak nekem furcsa. Hát nem furcsa, ja. Oké.
Egy élet kettes magányosan elfutott. Élet egyes van köztük. Na, őket meg innen megvizsgáljuk. Ellátok odáig. Őt éppen nem látjuk. Az ott egy albino. Szerintem. Nem biztos. De ebben sincsen nagy. Ér kettes talán a legnagyobb. Akkor békén hagyjuk. Van 100%-os érett egyet. Hát jó, valószínűleg a többit végén hagyjuk. Ha hát az a nőstény albino is, én azt nem lövöm ki. Élet egyes. Hát a kérdés az. Most se fűt fel. Arra vagyok kíváncsi, azt meg jó, hogy lehetett úgy eltalálni, hogy nem jó. Rózsaszín sok vérlék buborék. Még röpült egy kört. Az igen. Így ment el az ötös ludam is. Lehet, hogy valahol leesett aztán. Már meg sem néztem a vérnyomot, mert egyszerűen tudomásul vettem, hogy elrepült. Ez megint egy köcsökség.
Sok vér. Az állat gyorsan elpusztul. És ilyenkor nem lenne jó a kutya gyerekekre, úgy mégis. Kettőt lőttem bele, és nem döglött volna meg. Sok vér, az állat lassan elpusztaszt, ott röpköd meg sétálat. Ez is marha jó dolog. Hatvankétszázalék. Hát igen, itt már kezdődik a nagy vadak. Lassan cserélnem kéne puskát. Alapéveti. Alapéveti. Elrakjuk a 250-est. Vannak borzok, meg elrakom a 223. Jaj, nem áll, gyerekek. Tényleg hol van az a rohadt péveti? Ez ragadozó. Thank you.
Jó kis ötös nyárs és antilop sem lenne rossz. Per pillanat, amíg a szemem lát semmi. Ott az oroszlánok. Na, kis bivaj. Érett kettes oroszlánok. Maxra, meg felnőtt egyes. Megpróbáljuk először alacsonyra hívni őket, hát ha van köztük alacsony kondíció. Amire remélem, hogy csak a nőstények indulnak el. Előfordult, hogy elindult az élet 2. Élet 3-as, élet 2-es. De jó, hogy vannak hiénák is, pont, hogy tök jó. Hát egy 100 méteres lövést kell leadnom. Legalább. Megvárjuk, még az a nagy fűcsomón keresztül jönnek. Ezt benéztem, hogy az jön, az kettes oroszlán.
Hát az érdekes. A nőségek is indultak, azok is megálltak. Ott az egyik életkett. Ott van az életkettes. De mi a legnagyobb fübe? Hát meglátjuk. Szembe, hogy mozsikált a dolog. Lehet amondó vagyok, hogy én kilőve a másik érett kettest is. Oké, ez elméletileg megvan. És jó lenne megtalálni újra a vérnyomot. Hát fasz. Hol lehet az a vérnyom?
Itt lesz valami. Ez a... Az ki ott van köztük, és akkor ott a másik érett kettes. Egy érett kettes. Fiatal. Két élet, még két élet kettes van. Próbáljak hívni megint.
Ebbe se voltak nagyok. Kíváncsi vagyok a két érett oroszlán közötti különbségre. Ja, hát ez oké, ez elég erős volt. Élet 2-es 48%. Hatvanöt százalék. És most hívunk magasra. Az érett kettest kilőjük.
Az érett kettes. Ó, gyerekek, ezt nem jó találtuk-e, azt mondja. Szerintem. Hát ebben az esetben mindjárt jövök.
Na, folytassuk. Egy. Arról jöttek ilyen üvöltések. De hiénát nem látok. Vigyázzunk meg abban, hogy lebúrunk. Hát... Élet kettes, élet kettő. Élet egyes. Na, az élet egyest automatikusan kilőjük. Fogja magát és előre sétál akkor. Meg lesz.
az előbbi bivaly csorda. Őket békén hagyom. Na, kondícióban hogy mozogtál? Hát jó van. Megnézzük azt a borzikát ott. Na, egyszer meg vagy előve. Jár, emlékszem. Itt lőttem én egy ötös borzot. Csak éppen nem tudom, hogy aztán a porontyokkal mi van. Hogy most én ide jöttem, itt lesz neke. De hogy elnézem, nem. Tudja, tudok. Hát lehet, hogy most nem lesznek itt borzok. Már rikácsoltak volna.
Hát pont arra foly a szél. Azon gondolkodt, hogy élet kettes, meg kiülnék onnan. Már lehet, hogy azokat inkább hívni kéne, meglátni, hogy mi melyik. Hát van köztük alacsony, inkább azt. Ó, hát bivajban annyi van, mint a több, olyan. Na, vagy arra fogy a szél. Azok elég kicsi élet kettes. A másik kettes az valamivel nagyobb. Ez egyszerűen hihetetlen. És nézd meg, most fordulsz vissza. Na. Kihagysoljuk ennek a kondíciójára. Na vajon.
Másokat nem lövök ki, annak elég nagy, lehet, hogy ez abból lesz hármas. Meglátjuk, a hármasról lesz a négyes. Akár. Ott ezen a térképen hol nincs piva, én azt nem tudom. Mit lőttem ki, ha az... Hát jó, talán az élet 3-os, nem. Van egy élet 2-es. Ó, már fiatal. Lehet a felnőtt 1-es lőttem ki. Gyanítom. Az a baj. Viszont ha már ez így történt, akkor jól nem tudom, hogy mekkora kondíció. Egy fiatal maradt, mert egy hármas érett. Alacsony a kondíció, akkor külön az élet 2-est is. Az érett 2-es volt 54%-a, úgyhogy ez nem gond, ez jó. Ezt jól tettem, hogy kilőttem. Itt akkor ott a másik érett 2-es. Ott a felnőtt 1-es. Fussá már! És a nőstény képes lett volna nekem baj. Hát jó, hát most nyugos, a nőstényből is van elég. Maradta. Van ott a felnőtt, a fiatal, meg az érett 3-os. Ez most mi történt?
Oké, erre futott. Itt van előttem. Alacsonyra nem jön. Viszont magányos. Mekkora lehet ez az élet kettes? Lehet, hogy én azt hagyom. Ez most a hívóra indult-e? Magasra jön, azt hiszem hagyom inkább. Hát persze, hogy hagyom. Majdnem 90 százalékos volt. Az következik, hogy a hármas is lehet, hogy ötös lesz. Ez lett volna a parontja, ha egy kimarad akkor. De legalább azoknak nem lesz több parontja. Ho-ho-ho.
Kiamkasszuk egy érett, 4-es, 5-ös nem nagyon látok. Pont 64 zanc föl kéne fedezni, hogy tudja melyik bikák, vagy melyik csapathoz tartoznak. Melyik csapatot jelöljem meg. Hát remélem lesz itt nyitva. Hát, jaj, nincs. Jó, azt mondja, hogy ezek valahonnan menekültek. Egy magányos farkas. Szerintem azok a kodok, amiből kilőttem aztán érettet. Mondjuk ez 3-2-es, az egyik magas volt. Azok többen voltak. Több volt a nőstény. Mégis megnézem őket. Elég kussolnak ma a borzok. Mi történt? Hát nem tudjuk, mi van ott.
Aha, ez az. Jó. Menjünk erre tovább. Őket békén hagyjuk. És egy élet kettest kilőttem 90%-kal. 87-tel vagy mennyivel. Most simán lehetett volna 5-ös is akár. De tudpon 4-es az meg lett volna. Egy másik kérdés, miért nem jelöltem be. Egy. Megyünk, körül nézünk. Jó, mi vagyok azok. Kodó meg a bivajok. Thank you.
Hol van? Akkor a négy szolnotok. Akkor valahol itt kell lenni. Elméletileg. Úgy látom, hogy nincs. Ez csak ez a két borz van itt. Felnőtt nősei, felnőtt egyes. No, ahí va. De ki van halva ez a rész itt. Az csak az a két borsz. Semmi.
Ez itt nagyon ki van halva. Ez is felnőtt egyes. És... Jó, textúra megint elmászott.
Húha! Eltűntek az állatok, bazá. Ugye pont beleugrottam ebbe a szarba, mi? Gondoltam. Vagy akkor ez az oroszlán királyos izé. Rajzfilmben, amikor a gnuk rohantak. És majd elgyúrták a... Nagyon hajaz rá ez az izé. Vajon. Várjunk csak, várjunk. Felnőtt egy. Felnőtt egy. Felnőtt nőstény. Felnőtt nőstény. Élet. Élet. Mondom, hogy nem lőhetek ki. Egy felnőtt izét ki lehetne kilőni, de nem lövök ki. Élethálós alól tekintette. Nem tudom, mi lett az ökös. Mint felnőtt egyes.
Én is lám disznó. Én is lám disznó, jó. Volt ott oroszlán. Egy darab. Nem egy 95%-os olaszot lőttem ki. Így van, ide járok mióta, és egy magas rohadt kondíciót nem láttam. Jó, bírja az olasz kóra. Már ennek se volt baj.
Hát beszarok. Megint hova ment az a lőszer? Hát egy nagyjából szerintem sehogy se találtam akkor. És értem, hova mehetett ez az össze. Ez már csak jó lesz. Ja, nőstény, nem lövöm ki ezt. Bízom benne, hogy értelmesebbet raknak mellé. Bár mondjuk. Miért nem fiataltak meg bekben, és én döglik ki mellőle. Mindegy.
Élet hányos lehet az apát, ha még él? Na, sem is látok, csak ezt a felnőtt kettest. Ott is egy magányos, megnézzük azt is, de jó dolog, hogy vannak itt híve, ahol olyan magányosok. Nehéz eldönteni, hogy szerintem az a nőstény. Biztos vagyok benne, hogy az a nőstény. Arról jöttem. Mindegy, kilövöm, mert úgy sincs értelme. Akkor betesz egy egész párat, akkor maximum. Főleg, ha ez is érett. Megnézzük, hogy jön alacsonyra. Nagyon 200 méter. Meg sok. Így egyből. Nagyon gyönge kondíció, már várt, hogy hívjam. Ez túl jól sikerült az elövés.
47%. Ez magányos hülyéne volt. Van ott egy érett egyes, azt ki kéne kapnom, mert van egy érett hármas is ott.
De valahogy nem akar mozdulni egyik se. Akkor meghívom magasra őket. Az egyest akkor is kilövöm, ha magasra jön. No. Élet 3-as, felnőtt 1-es. Hol az élet 1-es? Hogy visszasétáltam a kocsimhoz. Ez nem az a banda.
Hát az érdekes volt, na mindegy. Pont az érett egyes oroszlánt mindenképp kilőjük. Most a tő felé fut. Annyira gondolta. És meg is áll, hát, ó, hát ez... Hát ez egy rá, oda volt írva az arcán az egésznek. Egymásos. Ez azt mondja, hogy mérges. Aztán most várj már, várj, ú! Jó. Mérges lett a cica. A 305 000.
Appára fúj a szél. Úgyhogy arra kéne menni. Látom, hogy nincs nála disznóhívó. Viszont arról van a kocsi, úgyhogy ott majd le tudom tenni. Egyszerűen arra van a kocsi. Már úgy vagyok, hogy lehet nem is rak már a disznói volt, ami nem látok normális halacot, addig felesleges. Hát élet hármas, egy felnőtt egyes az úgy teljesen. Aha. Az is nincs, nincs, az is, akkor is maradunk így. Még kihagyjuk őket. Hát borz az, az elméletű van itt, ahol. Nem, semmi érdekes új. Borz nem visít itt.
Hát van valami vérnyom. Jelenleg ez ott maradt. Ja, biztos, hogy felszedtem az állatot. Ha nem emlékeznék, ha nem. Hát itt sincs semmi most. Hát és arra fúj a szél nyilván. Na, végre. Nézzük őket. Elém jönnek, viszont arra fúj a szél, hogy nem sokáig jönnek felém. Mint felnőtt élet egyes. Na, fasza. Hova lett az élet egyet? Az élet egy. Az élet egy.
Ez azért elég nagy falka volt. Bármi is lehetett benne még mi. Ezt már sose tudok meg. Ó, oh, hát ez egy korábbi lövés volt. Hogy? Hát... Pont lehajtotta a fejét, na mindegy. Gyerekek, most egy kis pihenő jön. Aztán majd innen folytatom. Lehet, hogy még van, de nem biztos. Lehet, hogy csak holnap délelőtte. További szép napot, kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok!